Kedves kollégák, kedves vendégeink, szép jó napot kívánok mindenkinek! A MEASZ, a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége, a FIR, az Ellenállók Nemzetközi Szövetsége nevében tisztelettel, szeretettel köszöntöm minden megjelentet, részben az asztalnál ülőket, részben pedig kedves újságíró kollégákat. Örülök, nagy számmal látok ismerős arcokat a teremben, az újságírók oldalán is. A tavalyi sajtótájékoztatám oka az egy közismert hír, hogy augusztus 29-én a szélsőjobbra hajló közállapotaink elleni tüntetés befejezése után az onnan hazatérő, onnan elmenő főszervezőt, Hanti Vilmost, a MEASZ és a FIR elnökét egy kb. 15 főnyi útfasiszta csoport megtámadta, és megütötte az arcát, aminek még látom a nyomát az arcán, és hát kórházba kellett szállítani. Ez a tulajdonképpeni oka, apropója a mai találkozónknak, de hát gondolom látják, hogy az asztalnál nem csak Hanti Vilmos ül, hanem jó néhányan még Vilmoson kívül. Először engedjék meg, hogy bemutassam az asztalnál ülőket. Ugye Hanti Vilmos nem kell gondolom senkinek bemutatnom. Aki még az asztalnál ül, hölgyel szeretném kezdeni. Garai Edler Esztert szeretném bemutatni elsőként. Hölgyek az elsőség. Akit a szélső jobbosok korábban egy hasonló, ha nem is most testi atrocitás, de megfenyegettek életveszélyesen a csatári ügy kapcsán, hogyha esetleg emlékeznek rá. Szeretném tisztelettel köszönteni dr. Magyar Gábor ügyvédurat, szeretném köszönteni Horváth Csabát az MSZP részéről, Kónya Péter a Magyar Szolidaritási Mozgalom részéről, Vajnai Attilát a Munkáspárt 2006 részéről, Molnár Lászlórat a Kisgazdák Történelmi Szövetsége nevében. Szeretném Hirschler Tamás urat köszönteni, az antifasiszta Liga elnökét, és nagyon-nagyon merem remélni, hogy senkit nem hallottam ki. Róna Juditot, elnézést kérek. Juditot a zöld baloldal képviseletében. Bocsánatot kérek Judit tőled, hogy kifelejtettelek. Mielőtt átadnám a szót a beszélőknek, engedjenek meg összesen két gondolatot hadd mondjak. Sütő András nevét gondolom mindannyian ismerik. Sütő Andrásnak van egy híres mondása, hogy Auschwitz nem a gázkamrákkal kezdődött. Én szeretném ezzel a mondattal ezt a mai beszélgetést, sajtóbeszélgetést elindítani, és még egy gondolatot tennék hozzá, hogy nem szeretném lebecsülni, félre ne értsen senki, hiszen Hanti Vilmost ért atrocitás, fizikai atrocitás, de gondoljuk végig, hogy ez egy sorozatnak a egyik állomása, sajnos, hogy így kell fogalmazzam, éppen a szélső jobb oldalra hajló közállapotaink miatt, és csak emlékeztetőül néhány esemény. Svejtszer főrabbi úrnak az inzultálására gondolok. Vagy akár Garai Edler Eszter megfenyegetésére gondolok. De a dr. Dániel Péter foci mérkőzésen való inzultálására gondolok. De ha már foci meccs, az izraeli foci meccs, himnusz alatti megnyilvánulás, próbáltam udvariasan fogalmazni. Azt gondolom, hogy ezek mind-mind sajnos állomások. És szeretném önöket emlékeztetni, hogy a mai magyar közállapotok, és most a magam véleményemet mondom, nagyon hasonlítanak az 1930-as évekre, Németországára, ott is valahol hasonlóképpen így kezdődött. Elnézést, hogy egy picit hosszabb voltam, mint bevezető, és magamat még nem mutattam be. Én szeretnék bemutatkozni, én Barát Tamás vagyok, a demokrata.info főszerkesztője és a Radnóti Alapítvány kuratóriumának elnöke. Engem kértek fel, és engem ért ez a megtiszteltetés, hogy a mai napnak a moderátora, levezetője legyek, és újságíróként rögtön engedjék meg, hogy egy kérdéssel fordulja Vili, hogy van? Igen, na most már 8 napon elmúlt, szokták mondani, ez egy 8 napon túl gyógyuló sérülés. Igazándiból még a fejem úgy fájogat, de én nagyon remélem, hogy ez néhány napon belül elmúlik. Lelkileg egy picit összetört ez a dolog, azért este nem
tehát muszáj elmondani, hogy azért néha összeleszenek, hogyha csak három alak úgy megjelenik előttem sötétben az utcán, ilyen volt tegnap este, de nagyon remélem, hogy ez el fog múlni. Ugyanakkor az egész eset adott nekem egy még nagyobb elszántságot annak az ügynek a folytatására, amit eddig is csináltam. Én azt gondolom, hogy lenne még ezen a hogy vagyunk kívül is mondani valód, akkor rögtön tényleg, te folytass! Én úgy gondolom, hogy ez egy tisztelt kör, de muszáj megtenni, hogy több mint 300 megfelelést kaptam az ügy kapcsán, és ez rendkívül jól esett. Ugyanis tényleg azt érezte az ember, hogy mint egy picit egyedül lett volna abban a pillanatban, igen, de utána is a kórházban, amíg várakoztam, és azon túl is. Ugyanakkor ezek a szolidaritások kifejezik azt a széleskörű érdeklődést, összetartozást, amit kifejezett, ami ebben megnyilvánul. Itt Magyarországról a különféle együttműködő pártok, szervezetek képviselő részéről, amit szintén köszönök, azon túlmenően is mások, és engedjék meg ezt a kis nyugtatót önöknek, hogy én a MUOSZ-nak a szolidaritását nagyon köszönöm, ugyanis ez egy jelzésértékű, nem csak hogy kiállt a saját tisztségviselője mellett, hanem tehát ez nem egy antifasiszta ügyekkel foglalkozó szervezet, hanem azt a példát mutatja, hogy ilyen kérdés, ez közértek. Ezt nem kell szignálni egy-egy antifasiszta szervezet belső problémájának, és ezért értékes a MUOSZ kiállása. Ugyanakkor meg természetesen az a holdudvar is nyilván, amelyiket képvisel, ettől erősítést kapott. Nemzetközi viszonylatban nyilván a FIR kiállt elnöke mellett, a Szakszerti Világszövetség, az Európa Baloldali Pártja, a Szocialista Neves Internacionál, szintén ugye egy gyerekszervezetet is vezetek, és ott is tagok vagyunk, és nagyon fontos volt a New Yorkból is jött egy szolidaritás, az ADR, segítsen neki a pontos neve? A Anti-Defamation League. Ezt én is tudnám, csak magyarul a rágalmazás elleni liga, a rasszizmus ellen, az antiszemitizmus ellen fellépő világ. És én ezt is nagyon jelentősnek tartom, és hát rendkívül fontos az, hogy földrészek, tehát Indonézia, Peru, Oroszország, Nyugat-Európa, tényleg nagyon sok helyről jöttek ilyen szolidaritások. És nagyon érdekes az, hogy például a lányom, aki tavaly együtt volt, tavaly egy angliai táborban a tábor társa írt neki, tehát hogy a fiatalok ugye témaként kezelték ezt, és elítélek ezzel kapcsolatban, és szolidaritását fejezte ki a tábori társa. Tehát ez nagyon fontos, hogy nyugaton ez megjelent a fiatalok körében is, az ottani sajtószereplés is ezt tükrözi. Hát sajnos Magyarországon más a helyzet, ugye azért vagyunk itt, hogy erről beszéljünk. Mi nyáron tartottunk egy sajtótájékoztatót, ami egy Szerbiában már betiltott újfasiszta tábor hozott Magyarországra, Szegedre, az EMI tábor, amit a kormány anyagilag is támogatott. És az is jellemző, hogy közben mi fölléptünk az új színházzal szemben, a mostani vezetéssel szemben február 1-én, és a kormányzati kapcsolataink is úgymond befagytak ezzel, és azt tapasztaljuk, hogy a kormányzat nem tekint bennünket már partnernek, miközben korábban ez a helyzet megvolt. Tehát én kifejezetten súlyos hibának tartom, hogy a kormány nagyon sok szállal kötődik a szélsőjobbhoz, és nem, hogy azt abban munkálkodnék, hogy valami módon csökkentse ezeket a jelenségeknek az eredőjét, hanem inkább még bátorítja is. És amikor például én láttam egy olyan videót, hogy Magyarországon újfasiszta kiképző tábort üzemeltetnek, és megkérdezték például egy kormányközeli vélemény, akkor hát az volt a válasz, bagatellizálva ezt a problémát, hogy igenis ezeknek a fiataloknak szüksége van ilyen kalandra. Hát ez nem egy kaland, azt mondja a nemzetközi szervezet, és nem is vélemény, hanem az új fasizmus az bűncselekmény. Tehát ezt így kellene kezelni.
Kedves barátaim, nagyon sok mindent lehetne mondani bevezetőképpen, én inkább nem, tehát a kérdések, ha vannak, akkor arra fogok válaszolni. Talán befejezésül annyit, hogy én említettem, hogy egy gyerekszereti vonatkozásban is sok mindent tettünk, és hoztam egy képet, hogy 12-14 éve indítottunk egy olyan kampányt, hogy az erőszakot csökkentsük a médiumokban, és ennek a gyilkosság nélkül képernyőt. Hát akkor is gyakorlatilag egy széleskörű civil összefogás volt, de sok eredményre nem jutottunk, mert ez az erőszak a társadalomra egyre inkább hétköznapivá válik, és óhatatlanul ennek a következménye, hogy most ide jutottunk, és azt kérjük a magyar társadalomtól, hogy ilyen kérdésekben egyszerűen utasítsák vissza a szélsőjobbot, mert ez nem vezet jóra. Sajnos van már történelmi, múltbéli bizonyítékunk is erre, tehát óhatatlanul egy békés, boldog Magyarországért vagyunk érdekeltek, és semmiképpen nem a újfasiszta tendenciák még nagyobb megerősödésével. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm, és akkor tessék nekem megengedni az első kérdést, rögtön én tegyem föl, és akit kérdezni szeretnék, a Horváth Csaba. Az augusztus 29-i tüntetésben együttműködő szervezetek közül az egyik ilyen szervezet az MSZP volt. Miért? Egy kérdés, egy nagyon rövid válaszsal fog válaszolni. És azzal kezdtem volna, hogy én Magyarország legnagyobb pártjához tartozom. Mielőtt mindenki meglepődne, kifejtem, hogy Magyarország legnagyobb pártjához tartozom. A gyűlöletet, a fasizmust minden formájában elutasító pártjához, a tisztességes emberek közösségéhez. Ez a rövid válaszom. És egy kicsit hosszabb. És igazából, mivel Lili jelezte, hogy sokan leszünk, és ez nagyon jó, de két-három mondatban ösztönzött, hogy foglaljam össze a mondandómat, én ezt meg fogom tenni. Kicsit hasonló lesz ahhoz, amit te is elmondtál, és Ili említett. Valóban a fasizmus és a nácizmus az soha nem népirtással kezdődik. Az a gyűlöletkeltéssel kezdődik, az az első pofonnal kezdődik, és ennek a sornak a végén áll akár sok tízmillió ember kiírt embertársunk kiírtása. Tudatos, szisztematikus népírtása. Éppen ezért nem lehet legyinteni, és nem lehet mosolyogni azon, hogy de hát csak egy pofon. Mert valóban nem a pofonról érdemes hosszan beszélni, hanem arról, hogy ennek a jelenségnek mi a kezdete, és mi lehet a vége, akár 70 évvel ezelőtt, vagy akár 14 évvel ezelőtt, ami határainkon túl történt, és 70 évvel ezelőtt az egész Európában és a világ nagy részén. Éppen ezért nem mehetünk el a gyűlöletkeltés és a fizikai atrocitás semmilyen formája mellett, mert ezt a szellemet nem lehet kiengedni még egyszer a palackból. Köszönöm nagyon szépen, és a kérdésem a Konya Péterhez, a Magyar Szolidaritási Mozgalomhoz ugyanez. Miért gondolta úgy a mozgalom, hogy az augusztus 29-i tüntetésen együtt kell működni? Nagyon fontosnak tartjuk a Magyar Szolidaritási Mozgalomban, hogy fellépünk a szélső jobb oldal térnyerése ellen. Azt tapasztaljuk, hiszen az elmúlt időszakban mi több tüntetést szerveztünk és több tüntetésen részt vettünk, hogy egyre erősödik a szélső jobb oldal térnyerése Magyarországon, egyre erőszakosabbak. Gondoljunk csak arra, hogy január 2-án az Operáznál lezajlott tüntetésen is már atrocitásokra került sor. És hát ez úgy tűnik, hogy egyre inkább fokozódik, és most már konkrét fizikai erőszakról is beszéltünk. Nyilvánvaló, hogy ez egy megtervezett akció volt. Csak egy széleskörű társadalmi összefogással lehet ennek megállt parancsolni, ha még nem késő egyébként. Hiszen azt lehet látni, hogy egyre magabiztosabbak a szélső jobb oldal képviselői, egyre inkább azt érzik, hogy politikai terük van ebben az országban, hogy ezeket a cselekedeteiket végrehajtsák. Hiszen mind a kormányzó párt részéről, mind a parlamentben ülő számos politikus részéről támogatást nyernek, ha más nem hallgatólagos támogatást. Mi azt gondoljuk a Magyar Szolidaritás Mozgalomban, hogy mindazoknak a politikusoknak, akik egyébként segítkezet nyújtanak a szélső jobb oldal térnyeréséhez, el kell tűnniük a közéletből. A Magyar Szolidaritás Mozgalom minden meg fog tenni annak érdekében, hogy ezek a politikusok valóban
a politika szemétdombjára kerüljenek, mert oda valók. Úgyhogy mi ezen vagyunk, és nagy örömünkre szolgál amellett, hogy maga ez a folyamat, ez egy nagyon káros folyamat. Ugyanakkor az látszik, hogy elkezdődött a társadalomban egyfajta összefogás ezzel szemben, hiszen a Bilitért atrocitást követően Veszprémben azonnal a szolidaritás mozgalom kezdeményezésére, de végre egy széleskörű társadalmi összefogással most szombaton egy jelentős tüntetést tesz Veszprém városában, pontosan a szélső jobb oldal ellen, ahol végre összefogtak a demokratikus ellenzéki erők, és közösen fognak fellépni a szélső jobb oldal térnyerés ellen. Reméljük, hogy ez példaértékű lesz az országban, és nem elszigetelt dolog lesz, hanem ennek kapcsán az ország több településén megmozdulnak az emberek, és valóban létrejön egy olyan összefogás, amivel meg át tudunk parancsolni a szélső jobb oldal térnyerésére. Nagyon szépen köszönöm erről a Veszprém kérdésre, majd a végén még szeretném, ha visszatérnénk. Most azonban mielőtt folytatnánk az augusztus 29-i tüntetésben együttműködő szervezetek bemutatását, én Esztertől szeretném megkérdezni, hogy hogyan éltem meg azt a fenyegetést, amit kapott. Tulajdonképpen az az igazság, hogy úgy tűnt, hogy visszavonultam, és igazából nyilvános, igazából nem félek. Az a lényeg, hogy nem mertem viszont ilyen nyilvános tüntetéseken azonban részt venni. Valahol végül is elérték a célokat annyiban, hogy tényleg tüntetéseken, meg olyan demonstrációkon, ahol tulajdonképpen szervező voltam, vagy éppen abszolút részvevője voltam, azokon azóta nem vettem részt. Tehát egy roma emléknapon, a holokauszt emléknapra nem mertem elmenni, mert a barátaim nem lebeszéltek róla, hogy most nem jó, ha ezt vonálom magam, ha esetleg szerepelek a tévébe, vagy felvesztek, és igazából tényleg nem jó, mert abban a pillanatban, hogy megjelent egy újságcikk rólam, vagy megjelent a nevem, abban a pillanatban kiadtak újra a Kurucinfóra, és felerősödött újból ugye a folyamatos telefonálgatások, tehát ilyen olyan e-mailek, tehát nem egy kellemes állapot az a folyamatos megfélemlítés. De több mondanom se kell, hogy ezzel együtt teszem a dolgomat, és továbbra is azt gondolom, hogy nem szabad félni, és ki kell állni, és minden demokratának, és minden demokratikus pártnak azt gondolom, hogy kötelessége és fontos, hogy fellépjük a rasszizmus, illetve az antiszemitizmus ellen. És nagyon fontosnak tartom, hogy a demokratikus értékeinket nem csak bátor polgárok, hanem mert ez nem elegendő, én azt gondolom, hogy az államnak magának kellene megvédeni, és ebben nem látok most sok sikert és főleg hatékonyságot. Eszter, köszönöm szépen! Köszönöm a felvezetést, valóban nem szabad elmenni amellett, a tény mellett, hogy ez az atrocitás, ez a kormány felelőssége is. Az Európai Baloldali Párt, melynek a Magyarországi Munkáspárt 2006 a teljesítő tagja, egy nappal az esemény után azonnal szolidaritási üzenetet küldött Hanti Vilmosnak, nyilatkozatot tett, amiben azon túl, hogy elítéli az eseményt és szolidaritását tézi ki, felhívja a figyelmet a magyar kormány felelősségére. Ezt a megjelentést, ezt nyilvánosan szervezték korrupciónkon, más szélsőbb oldalokon. Előre felhívták a figyelmet arra, hogy ez be fog következni, és a magyar kormány felelős vezetői, akiket ez a belügyi vezető nem csak nem tettek semmit, hanem még nem is figyelmeztették a részvételben ilyen esemény várható. Úgy hiszem, hogy a nemzetközi reakció egyértelmű, az Európai Unió demokratikus erői, demokratikus pártjaink, az Európai Baloldali Pártnak sok millió választott képviselő az Európai Parlamentben, egyértelműen elítéli ezt a kormánypolitikát. Mi Magyarországon pedig úgy érzem, hogy kötelesek vagyunk egy olyan összefogást kormányon szemben megvalósítani, amely egyben antifasiszta összefogás is. Nagyon szépen köszönöm, és egy gondolatban hadd reagáljak arra, amit hallottunk. Az eset kapcsán megjelent a sajtóban, és egy címet, csupán egy címet szeretnék felidézni. A cím így szól. Hol a pofon?
Ezzel a címmel jelent meg egy tudósítás, és akkor hát kérdezzek meg, most azt a másik oldalára gondolok, és Molnár Lászlóra nézek, a Kisgazdák Történelmi Szövetségére. Miért gondolták úgy a kisgazdák, hogy emellé az augusztus 29-i tüntetés mellé kell állni? Hát érdekes, mert mi a Mérsékelt jobboldalhoz tartozunk. Történelmi hagyományaink, amik 104 évre nyúlnak vissza, hiszen a Kisgazdapárt 104 éve alakult, mi 104 éve demokraták vagyunk, és mi annak idején is a történelmünk folyamán mindvégig küzdöttünk a jobb, szélső jobb oldal, de a szélső bal ellen is, ezt is hozzá kell tenni. Nekünk olyan történelmi példaképeink vannak, mint Bajcsi Zsilinszky Endre, aki kisgazda volt. Minket úgy érezzük az országos elnökségbe és a tagságba is, hogy minden ilyen megmozdulás mellé kell állnunk, minden inzultált vagy megvert honfitársunk vagy külföldi állampolgár, aki a hazánk területén bármiféle inzultációért a szélső jobb vagy akár a szélső bal részéről mellé kell állnunk. Természetesen nehezen nyilatkoztunk meg a politikai életben, hiszen a jelenlegi kormányzópárt nekünk hosszú éveken keresztül szövetségesünk volt, és azért egy volt szövetséges bírálni nem olyan könnyű, mert gyakorlatilag benne van a mi felelősségünk is ebbe. És most is azt mondom, hogy azért is jöttem el a sajtótájékoztatóra is, hogy lássa az ország közvéleménye és a világ közvéleménye is, hogy a jobb oldalon, a mérsékelt jobb oldalon is demokraták ülnek, és igenis szolidárisak vagyunk veletek, és minden olyan profitásunkon, aki bármilyen inzultusért. Köszönöm szépen, és még egy kérdésem az Antifasiszta Liga elnökéhez lenne. Kisler Tamás úr, az, hogy a nevükben is benne van, hogy Antifasiszta Liga. Gondolom természetes, hogy itt ülnek az asztalnál egyik oldalról, másik pedig a vélemény. Szeretném hallani a szélső jobbra hajló közállapotainkról. Talán azzal kezdeném, köszönöm a szót és a lehetőséget, de azzal kezdeném, hogy én ezt egy nagyon bársonyos megfogalmazásnak érzem, hogy a jobboldaliság felé hajló közállapotok. Nem is súlyosan megérzem már a helyzetet. Nem történelmi példából akarom elvezetni, mert ezt különbözőképpen is lehet értelmezni, de valójában a mai kornak megfelelő szinten elképzelhető jobboldali, fasiszta, deviancia egyértelműen itt jelen van az országban. Most több vonatkozásban is már érintettétek, én csak az egyik számunkra az egyik legfontosabbat szeretném kihangsúlyozni. Igenis, az államnak a maga hatalmi lehetőségeit alkalmazva a rend fenntartásában alapvető emberi demokratikus kötelezettségei vannak, illetve lennének. Na most ennek a legalábbis a jelenlegi kormány semmiképpen nem felel meg. A jelenségek elburjánzásával sajnos a kormányzatnak is volt olyan jellegű felelőssége, hogy nem fordított kellő figyelmet, de adott esetben a fellépése, amikor már végre elszállta magát, az egyértelmű volt. Manapság a cinkos összekacsintás az, ami jellemzi a szélső jobb oldalnak és az államnak a viszonyát. Tehát nekünk nem tiltakoznunk kell, hanem egyértelműen követelnünk kell, hogy az állam alkalmazza a maga speciális eszközeit és lehetőségeit, és igenis a törvény legteljesebb szigorával lépjen fel, és akadályozza meg ennek a tovább burjánzását. Ugyanis a jelenlegi szituáció egyértelműen arrafelé ad egy lökést, hogy a potenciális áldozatnak tekinthető, vagy magukat annak tekintő személyek a saját védelmi potenciáluk növelésében gondolkodnak, illetve cselekszenek. Ez óhatatlanul további atrocitásoknak a fellépését, sőt azoknak a komolyabb válását fogja eredményezni, ami utána egy ellenhatásként pedig további ugye,
hogy mondjam, a szélső jobbot adott esetben segítő intézkedések is lehetségesek. Tehát ez egy 22-es csapdája, nem szabad hagyni a magyar társadalmat, hiszen úgyis pedig problémát mutat az európai szintéren. Nem szabad hagyni, hogy ez a magyar társadalom a fasiszta vagy félfasiszta jelzőt is a továbbiakban megkapja, illetve magán viselje. És ez valamelyiknek a felelőssége, valamelyiknek a kötelessége, hogy ezzel közösen felelőssége. Nagyon szépen köszönöm.